A Warframe karakter ezúttal a Kromára kerül a sor. Ő az egyik legfrissebb karakter, ugye a 16. frissítéssel jött be. Van egy csomó érdekes adat a Kromáról a Wikipédián, de az egyik, amit tudhatjátok, talán ugye a sárkányról lett elnevezve, így a neve egy görög eredetű, és azt jelenti, hogy a sárkány fia Tulajdonképpen, és innen kapta a kroma a nevét. Na hmm. most. A legdurvább dolog, hogy hogyan farmoljuk ki a kromát. Először is a legfontosabb dolog, hogy mastery rank 5-öt el kell érjed. Aztán euh, még egy nagyon fontos dolog, benne kell lenned egy klánban, mivel hogy az egyik eleme, ami szükségeltetik hozzá, az egy a volt helmet. Többek között egy ember helmet. Többek között egy frost chasis és egy sarin chasis, és így készül el a kroma. Maga a küldetés sem egyszerű, hogy hogyan kell megcsinálni. El kell menni a Saturnusra, el kell menni a Cephalon-szudához, és oda kell állni hozzá, amikor már Mastery Rank 5-ös vagy, és fel kell venned a küldetést, szóval még egyszer mondom, elmész a Saturnba, a Relaybe, oda az a -szudához, felveszed a küldetést, és elkezded megcsinálni. A dolog lényege az lesz, hogy kapsz egy úgynevezett szkennert, amivel vadásznod kell, és vigyáznod kell, mert hogyha megvan a célpont, akkor cefalon Szodai feljön egy kis ablakba neked, mint Ordi szokott az űrhajóba, és mondja, hogy van egy Sanctuary Target, akit el kell fogni. most azt nem megölni kell, hanem be kell szkennelni ezzel a skennerrel, és akkor elfogod. Na ezért pontokat kapsz, és a pontokért cserébe, hogyha háromszor vadászol, akkor a Cephalon Soda megajándékoz egy-egy blueprint része, helmet, egy és a többi. És így szépen lassan elkezdheted kifarmolni uh, a kromát, hogy mész végig a challenge -on. Csak az a baj, hogy addig nem kapod meg a következő tervrajzot, amíg nem gyártod le az egyiket. Na most, útközben gondolj arra is, hogy a volt helmetet megszerez valamilyen klámból, az ember helmetet kifarmold, a frost is kifarmold, és a sarin szisztemed is kifarmold, és hogyha már ott vagy, akkor farmold ki az összeset. ezen uh, összes warframe mert mind az összes uh, elég jó uh, warframe -ek. Na most, a kromának van egy úgynevezett végső küldetése. Ja, azon kívül, hogy fog, tehát, hogy felvehesd a kroma küldetését, meg kell legyen csinálva a Stolen Dream nevű küldetés. Szóval a kromát csak úgy tudod felvenni, hogy master rank meg van csinálva már a Stolen Dream küldetést, utána elmész a Rillébe a Cephalon Sudához, felveszed a küldetést és elkezded megcsinálni. Magyarul folyamatosan vadászol a Cephalon Sudának és ő fog adni neked a blueprinteket. A végén pedig, aki még emlékszik a Stolen Dream küldetésre, annak a legvégső pályáján oda kellett menni egy ilyen ősi tárgy, hogy az Orokin -or derelékbe, és ott valamit meg kellett szerezni egy üzenetet. Na most ez az üzenet, Tulajdonképpen a kromához van egy üzenet, és a Chroma a küldetés végén ugyanazon a helyen kötsz ki, ahol egy 10 éves Defence-t kell letolni. Nem biztos, hogy érdemes egyedül belevágnod ebben mert viszonylag kemény. A terep, de én egy frostal megcsináltam gyakorlatilag, a szút közben becsatlakozott egy másik srác, és hál' Istennek egy Nova volt, úgy nagyon egyszerű dolgunk volt, szóval egy, egy Frost, ha egyedül mész neki, Frost, mindenképp kell egy jó kis gömbbel, és akkor meg tud csinálni egyedül, szóval legyen nálad masszív lőszel Frost gömb, azt lősz, mint az őrület. Na most a végén, a tizedik kör végén megjelenik neked a kroma, és... Tartsátok kézbe azt, hogy nem legyőzni kell kromát, azt is megteheted, de ha beszkenneled, az ugyanúgy érvényes, és akkor kapod meg a végső blueprintet, azt hiszem, a tervrajzát, maga a kroma tervrajzát, és elkezdhetek legyártani végül a foundry tomát. Szóval eldöntetek, lekardozod a francba, vagy beszkenneled, és azt hiszem a szkennelés és az egyszerűben annyira lassan azok hogy simán be lehet uh, szkennelni, úgyhogy nem muszáj lebunyózni tulajdonképpen. Na most, a kroma az egyik, legérdekesebb Warframe, és közel távol a leg, egyik legerősebb is, legerősebbé növi ki magát. A dolog lényeg az, hogy ez is megosztja a játékosokat, mert a modolását tekintve uh, elég macera. Vannak nagyon durva bildek uh, belőle, szóval igazi tankot lehet belőle csinálni. A Valkyr mögött neki van a legmagasabb ármolja, maga 350-et, a maga a páncézata is magas, a pajzs és az élete is magas, és nem beszél arról, hogy ki lehet modolni. Um, szólóra is, és ezért ki lehet modolgatni csapatjátékra is egy ilyen defenzív uh, valaminek, de én például úgy döntöttem, hogy inkább szólóra uh, húzom. Képességei tekintve a legdurvább az, hogy amilyen energiaszint állítasz be a megjelenésében, tehát ha piros energiát állítasz be, hogy az energiája piros legyen, ott az appearance-nél, akkor olyan képessége lesz, tehát ha piros és narancssárgás uh, színeket állítasz be, akkor tűz képessége lesz, hogyha kékes-zöldes, akkor, bocsánat, hogyha ilyen kékes lesz, akkor um, uh, elektromos, hogyha zöldes, akkor um, akkor gáz sebzése lesz, és hogyha um, kéket raksz be, fehéret, akkor, uh, akkor gyakorlatilag uh, jég sebzése lesz. A dolog lényege az, hogy uh, amilyen sebzés van, olyan képességet is fog felruházni a kroma. Például a hő, a tűz, az feltölti az életet, a jég az, ha jól emlékszem, nem vagyok benne biztos, de feltölti a páncélt, a toxikus az már nem is tudom, valamit mindegyik képesség ad pluszba a kromának és um, a csapat társainak is gyakorlatilag. Na most, rátérve a képességeire, amúgy durva, tehát így jól néz ki. A karakter maga, amúgy az egyik legmagasabb a Limbo mellett, tehát ja, a Limbo után a legmagasabb karakter. Jól néz ki a maga szempontjából, egy kicsit szoktam, úgy néz ki egyébként, mint egy nagypopo, De Amúgy egy, egy jól kinéző karakter, ugye friss update-tel jött be, szóval faszán részletes is, és minden. Szerintem az egyik olyan volt, amit érdemes kiformolni, és uh, ha már arra jársz, hogy kromát farmolsz, akkor érdemes kiformolni a többi másik karaktert is, ami kell hozzá, hogy uh, megalakulj. Szóval, az első képesség a Spectral Scream. Uh, na most, hát gyakorlatilag leleheli az ellenfeleit éppen olyan képességgel, ami van, és mindegyik rohadt jól néz ki, tehát mész és tüzet okács, hogy egy áramot, vagy gáz, és, és nagyon um, komolyan jól komolyan néz ki. 200-as sebez, uh, amúgy is 60%-os státusz esélye van, szóval mindenképp státusszal fog sebezni gyakorlatilag, és ami, ami ugye mit jelent, hogy státusszebzés a Warframe, az azt jelenti, hogy ha tűz ér, akkor égni fogsz tovább. Uh, ha nem lenne státusszebzés, akkor csak sima is lenne, de a pajzsosok, páncélosok ellen, jobban ellen tudnának állni, de mivel státusza van, ezért áthat azon a pajzson, és további sebzést okoz, miután abba hagytad már a, a rendes sebzést. Na most, uh, na most, um, következő képessége, um, gyakorlatilag az az Elemental Award. A, azt mondom, hogy ez az a képesség, amire számítani lehet a hosszú survivor és amúgy arra, hogy a Chroma igazából túléljen akármit és akárkit, uh, főleg, hogyha jól van modolva. Na most, uh, gyakorlatilag ha ezt elkapcsolod, egy ilyen aura lesz körülötte, ami egy defenzív energiával látja szóval, hogy aki belép, meghal, gyakorlatilag természetesen alacsonyabb szinteken fognak inkább belehalni, mert száz nem így egy csinál csak. A, a az, hogy 200 százalékos életbusztat ad és 10%-os státuszt annak, aki belép ebbe az aurába. Ahogyha a társai lépnek be ebbe az aurába, akkor ők is megkapják azt a 200%-os uh, életbusztot. Nagyon-nagyon um, egy hasznos darabja. 25 másodpercig tart, 12 méteres range -el. Na most, ennek azért van a hátulütője ennek a képességnek. Ahogy én észrevettem, hogyha igazán hosszú survivor missionakre akarok menni például. De majd ha en erre a modulásra uh, rátérünk, hogy hogyan érdemes használni. vagy Legalábbis én hogyan tapasztaltam, hogy érdekes, uh, praktikus lenne használni uh, ezt a képességet, hogy, uh, hogy igazán egy túlélő karakter uh, legyen. Ami, ami lényegesébként a Krománál hogy uh, kell neki az a fegyver, az erős fegyver kell, a jól modolt fegyver kell, a jól modolt karddal, és ezt kell mondjam, ő inkább a lövős, semmint, hogy a kardozós, ha bár a kardozósnak látszik tulajdonképpen, de meg lehet oldani jól kombinálással, jó kombinálásokkal meg lehet oldani igazából mind a kettőt. Na most a harmadik képessége, Uh, ja, egyébként igen, például az elektrikus az a shieldet növeli meg, az elektrikus, uh, hogy elektrikus képességet uh, adsz neki, hogyha tűzünk uh, életet, ha elektrikusat, akkor sildet ha a toxikusat, akkor a staminád nő meg, tehát a minél se, ahogy ütsz, minél sebet fogsz tudni ütni, ugye nem fogy el a, a, staminád, a, a jég pedig ugye az armort e, fogja megnövelni igazából, és, és emiatt nagyon durván jó ez a képesség, szóval eldöntötted, hogy éppen hova mész, és mit raksz be, és mi a leghasznosabb, e, azt kell mondjam, számomra a tűz, tehát az élet boost, mert a kromát úgy építettem fel, hogy élet e, gyakorlatilag. Na. A harmadik képessége... A Vex Armor, ez az a másik, amire szoktak a játékosok bildelni, hogyha komoly tank karaktert akarnak csinálni. Ez azt csinálja, hogy amikor a shieldje éri lövés a kromának, akkor meg fog növekedni az armorja, tehát a pajzsa, uh, uh, igen, a nem a pajzs, bocsánat, a fog megnövekedni, Hogyha az életét éri um, damage, akkor a fegyvere uh, fog megnövekedni, 175%-kal fog a fegyveres sebzése uh, megnövekedni, amint az életedet éri sebzés. Ez egyébként kurva jó, nagyon durva, 25 másodpercig tart ez a képesség, azért 25 másodpercig 175%-os fegyver, max, maximum fegyversebzéssel uh, fut korászni, akárhol nagyon durva. De ám azt kell, hogy mondjam, hogy amikor 96-os mobok jönnek, ellened nem elég nem elég, és uh, lesz, lesznek már uh, bibiei ennek a képességnek, de akkor is egy olyan képesség, amire szorult szituációban mindenképp eszedbe kell jusson és számítanod kell rá. Uh, az ultimate uh, képessége az effigy, um, azt csinálja, hogy lerántja magáról így a, 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 bőrét, a pajzsát, ami lebegni fog, és a féle szentinelként tud vigyázni rád, vagy társadra, vagy éppen a defense valamire. 20 méteres range-el, 400, 400 base damage-el, ami folyamatosan tud damage-elni, 800-es élettel, szóval bírja a, a a, a csapásokat, és, és a vicces az, hogy még 60%-os kredit boosterje is van, hogyha ezt használod, és ezt megszorozza mind kettővel, azt a kreditet, amit kapsz, szóval gyakorlatilag egy nagyon jó farmoló karakter, kromával lehet jól kreditet farmolni, úgyhogy amikor ilyen dupla kredit hétvége van, veszel egy kredit boostert, és még felhasználod a kromának a kredit boosterét is, akkor gyakorlatilag nagyon jót lehet Farmai. Na most. A modolása a legérdekesebb ennek a karakternek. Mondom, eldönthetett, hogy mire húzott ki? Én egy szóló uh, Survivor uh, karakternek húztam ki élettel, ezért a, a gyakorlatilag tudjátok, mit meglátjátok, hogy hogyan modoltam, úgyhogy most térünk át a modulásra. Nos, kroma modolását tekintve én megpróbáltam egy aféle szóló karaktert csinálni belőle, mert ugye a kroma azért jó szólóra is és, és jó csapatban, és azért tud egy-két csapat bónuszt adni, de attól függetlenül mégiscsak úgy érzem, hogy inkább az a karakter, ami egy kicsit jobban a szóló felé húz Semmint hogy a csapatjáték felé, ezért én raktam bele kettő darab formát egyelőre. Valószínűleg lesz majd benne még egy, az egyik forma pedig az Aura mondjába ment, és azt átformáztam renjuvenation -re, Hogy folyamatosan heal uh, gyakorlatilag, úgyhogy három életet kapok körülbelül három másodpercenként Megpróbáltam egy voidos uh, szóló karakternek uh, csinálni, és uh, az igazság az, hogy még mindig nem Még mindig nem tökéletes, még mindig lehet rajta valamit vál változtatni. Ezért kérem a segítségeteket, aki kromamániás és szereti a kromát, attól kérem, hogy írjon le valami igazán jó billet, ami mondjuk jobb, mint ez, és jól bírja a kroma, mert azt vettem észre, hogy ha bár jó ez a build, ha bár bírja, de egy fél óra után egy survivor ad már annyi, már, már nagyon sokszor el kell sütni azokat a képességeket. Na most én a leginkább a második és a harmadik képességére uh, alapozok, de abból is inkább a másikra, és lehet, hogy titeket, hogy a Power Duration csak 17%, uh, százalék. ugye, mert sokan azt mondják, hogy hát húzzuk a kromát időre, mert, mert akkor ugye a második képessége az feltölti az életet is, és akkor az jó sokáig tartson. de viszont jártam már a kromával nagyon hosszú survivor és akkor a második képessége az legalább 20-30 másodpercig kitartott, akkor bizony nagyon idegesítő volt, mert se perc alatt lelőtték rólad az életet, lelőtték rólad az ármont, és az a bizonyos második képesség és harmadik képesség nem tud kihúzni a szarból amikor le, elkezdik lelőni rólad. Nagyon gyorsan lelővik, mert ugye nagyon sokan körbeveszik, ezért kitaláltam azt, hogy ö, leveszem az idejét. Ennek a képességnek, hogy minél többször gyorsabban és gyorsabban spamelhessem. és úgy levettem a Duration 17%-e, viszont felemelem az effektivitás, hogy miközben spemelem, kevés energiát is ö, használjak el, és, és rágyúrok egy kicsit az erőre, hogy ezt minél nagyobb életet töltsön fel, mivel egy erőmonok is elméletileg hatnak erre a képességre, akkor gyakorlatilag, hogy minél rövidebb idő alatt, minél magasabb összeget töltsön fel, és akkor például elmenekülök, feltöltök, és azonnal feltöltődik, és pár másodpercig még tölti is, és akkor tudok közvet, tudom folyamatosan folytatni a csatát, és nem abból áll az egész, hogy a menekülök, menekülök, mert, mert akkor az nem az igazi. Ezért került bele Fleeting Expertise, Intensify Natural Talent. Azért Natural Talent, még mielőtt valaki uh, megkérdezné, mert uh, lassú, lassan kapcsolja el a képességét, ráadásul a második képessége elkapcsolása közben meg is áll egy pillanatra, és így teke, az a pillanat az a halálod azokon a Survivor meccseken, az a halál, nem a natural talent, hogy ez minél gyorsabban megcsinálja, hogy a sokadik perc után és a voidban, a sokadik perc után legyen energiám, akkor rage, mert ugye egy idő után elkezdenek a fegyverek azért az egy csődöt mondani, amikor már nagyon sokadik percnél jársz, ezért, ezért, kell ott a, a bizonyos rage, ha bár őszinte leszek mostanában a void már nem az, mint régen volt, tehát egyedül már elég macera 40 perc fölé menni, de akkor is ilyen rage, Transistent Fortitude, hogy levegyen az erő az időből, ugye kicsit rárakunk az erőre, és nagyon jól jön az a plusz erő az ultimate képességénél. Ha valami baj van, vagy ha te vagy bajban, gyorsan ledobod magadról a páncélt, és kifutsz az akcióba, miközben a páncél intézi a többit. Uh, addig ameddig bírja gyakorlatilag, és miközben a páncél lefoglalja őket, addig te fel tudod tölteni az életedet, szóval itt kombinálásokkal uh, lehet igazán túlélni a krománál. Vitality, mert életet töltünk, ugye a flow, hogy legyen energia a sokadik perc után is, ne azon pánikolja, akkor nincs energia, és a streamline, hogy az effektivitás is uh, jobb legyen így értem el ezeket az adatokat. Ez számomra eddig ez volt a legjobb build, amit tudtam találni számomra az én játék stílusomnak. Ugye nem vagyok ez az igazán kempelős, folyamatosan mozgok, ezért elég aktív játékos vagyok. Uh, Somot nézegettem neten és mindegyiket kipróbáltam, nem tetszett. Ez, ez, volt az, ami eddig lekem a legjobban bejött és lehet még ettől jobbat is csinálni, csak ki kell, hogy találjam, de eddig, eddig egészen uh, kulturált volt. Na most, ez lett volna a kroma, én ajánlom megszerzésre mindenképpen, mert a megszerzésével ugye egy pár warframe is ki lehet formolni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!